Hatalmas az izgalom szeptember 1-én reggel a Neumann iskola előtt. A közlekedést rendőrök is segítették. A kis elsősöket szüleik elkísérték az első napra, az intézménybe azonban csak a diákok léphettek be. A búcsúzkodást könnyek is kísérték. A Kovács család nagyon készült erre a napra. Lázasan hetek óta, mert ugye nem csak iskola kezdés, hanem óvoda kezdés is van. Tehát pici pont óvodában készül, aki nagyon várta, meg amikor nagyobbat vittük, akkor is mindig bement, ő már óvodásat játszott, meg iskolásat is, viszont a nagyobbik most megy iskolába. A tanárok külön ajtón engedték be az alsósokat és a felsősöket, és hőmérsékletet is mértek. Egész nyáron természetesen festettünk és takarítottunk, az utolsó héten pedig fertőtlenítettünk minden közösségi térben és minden olyan területen, ahol megfordulnak a gyerekek, illetve a pedagógusok és a dolgozók. Elkészítettük a járvány veszély esetére azt az eljárási rendet, amihez igazodunk. Az előző tanév a járványveszély miatt egyaránt nagy kihívások elé állította a diákokat, szülőket és a pedagógusokat is. A tanulók most visszatérhettek iskolájukba, találkozhattak osztálytársaikkal, barátaikkal, a szülők pedig szakmai kezekbe adhatták csemetéiket. Ebben az intézményben 527 gyermek kezdte meg a tanévet. A biztonság érdekében nem az aulában, hanem az osztálytermekben elkülönülve hallgathatták meg az igazgató köszöntőjét, és a végül elmaradt városi tanévnyitóra a Szombathelyi Televízió közreműködésével elkészített ünnepi műsort.